Az egyperces kifolyatással már határérték alá kerülhet az ólom szintje. A szennyezés nem a szolgáltatott vízben, hanem az épületek belső hálózatában van. A veszély ma már csak a régi házakban és lakásokban állhat fent, ahol még előfordulhat ólomcső. Ezekből oldódhat ki a leginkább gyermekekre és várandósokra ártalmas szennyezőfém. Az ólomtartalmú ivóvíznek semmilyen jellegzetes íze vagy szaga nincs, ezért nem lehet megállapítani, hogy megtalálható-e az ivóvízben, ezt csak a laboratóriumi vizsgálat mutatja ki. Az Országos Közegészségügyi Intézet nyitott laboratórium címmel indított országos programot, hogy felhívják a problémára a figyelmet. A nyírségvíz működési területén a helyzet megnyugtató, itt nem jelent gondot az ivóvíz ólomtartalma. Örömmel mondhatom, hogy a nyírségvíz ZRT területén ilyen jellegű problémával nem küszködünk. Gyakorlatilag a meghatározott egészségügyi határérték 2013. december 25-én től kezdődően a 201-es kormányrendelet alapján 10 mikrogram per literben van meghatározva. Elmondható, hogy a nyírségvíz területén is folyamatosan vizsgáljuk ettől függetlenül az ólomtartalmat, és elmondható, hogy az éves szinten kb. 200-300 vizsgálati mintának gyakorlatilag 90%-a 0 mikrogram per liter tartalmaz, és a fennmaradó pár százalék is pedig 2 mikrogram per liter alatti kimutatás határ alatti ólomot mutat. A nyírségvíz területén az ivóvíz mindenütt jó minőségű és egészséges. Az arzén probléma sem jelentkezik már. Ezzel jellemzően azért a fogyasztók nem érzékelték olyan szinten vízminőségi problémának, mert az arzénnak ez a 10 mikrogram feletti, alig 10 mikrogram feletti értéke igazából az élvezeti értéket nem csökkentette. Ez egy Európai Uniós direktívának köszönhetően kellett ezen határérték alá csökkenteni. A másik problémásabb területet jelenthet még az ammóniatartalom, ami az ízértéket befolyásolhatja. Vízminőségi paraméterek vonatkozásában a határértékeket ez sem haladja meg. Kósa István hozzátette, a palackozott ásványvizek és a házi vízszűrők gyakorta nagyobb egészségügyi kockázatot jelentenek a csapvízzel szemben, hiszen azokkal sokszor kevesebb értékes ásványi anyag jut a szervezetbe.